Sziasztok, Ádám vagyok a Mobilix TV-től, és ez itt az Asus K-szériája, ami egészen pontosan K43SI notebook. Ez igazából már egy új színes széria az Asus-tól, ami jelen pillanatban ez a narancssárgának tűnő, azonban aranynak nevezett modell volna. Ez egyébként elérhető még zöld, piros, rózsaszín, fehér, illetve talán kék színben. Ez egy 14 szoros modell, ahogy a nevében a 4-es is mutatja. 1360x768-as kijelzője van, ami azonban egészen jól látszik, hogy ez fényes, tehát odakint nem biztos, hogy a legjobb. A kerete viszonylag átlagosnak mondható, nem tűnik túl vastagnak itt oldal, de nem is számít a vékonyabbak közé. Felül egy sima VGA a kamera kerül, tehát ez még nem HD sajnos. Itt ahogy megnézzük a billentyűzet, ez a rész, a billentyűzet körül ez szálcsiszolt alumínium, illetve hát ez esetben ugye aranyszínű, és azt az aranyszínt kapta egy picit másabb árnyalatban a touchpad is, ami az ilyen króm hatású delikált gombok is tartoznak az alján. Ez egyébként kicsit mélyebben is helyezkedik el, nem olvad bele annyira a fém burkolatba. Felül Alta-Clansing hangrendszer található, ami közvetlenül ugye a billentyűzet felett helyezkedik el, és itt van egy bekapcsoló gomb is. A 14-szoros méretre ugye nem fért rá a numerikus pad, így csak egy teljes magyar billentyűzet található meg. Ezek fekete szín, tehát itt igazából ez kicsit kiugrik ebben a aranykészülékházban. Hogyha megnézzük, itt a fedlap, ez már ilyen mintázat található itt már rajta, bár ezt így a kamerán kicsit nehéz mutatni, azonban ez itt már műanyag, nem fém sajnos, kicsit kopogós is talán. Ha megnézzük oldalt, itt egy Kensington lock található, egy, hát igen, nem a legvékonyabb a készülék, itt viszont van hűtés bőven, itt található közé tájt érdekes módon a töltőcsatlakozó, egy gigabites LAN, VGA, HDMI, illetve SuperSpeed, azaz USB 3.0 csatlakozás. Előtt kapunk egy teljes méretű SD kártyaolvasót, valamint oldalt még két USB került rá, és egy mikrofon és fejhallgató kimenet, valamint SuperMulti DVD-írót is kapunk, ami azért 14 szóba még éppen elmehet, illetve itt hátul 6 cellás akkumulátor tud elhelyezkedni. Itt, ahogy láthatjuk, egy viszonylag nagyobb felület van, ezt otthon még ki tudjuk esetleg venni, itt tudunk merevlemezt, illetve memóriát bővíteni a későbbiekben, illetve itt láthatjuk, viszonylag kis felület van az előzésnek, itt a processzor elsősorban, illetve itt alul még tud beszívni egy kis levegőt a gép, bár alapesetben nem biztos, hogy nagyon melegszik, annak ellenére, hogy azért viszonylag egy komolyabb konfig is beleépíthető, tehát az Angbo i3-as, i5-ös modellek is elérhetőek. Ez volna itt tehát az Asus K43SE, amit megtaláltok a mi weboldalunkon is, és kövessetek minket továbbra is Facebookon és YouTube-on.